A bábolnai teke csapat kapitányát, Tóth Zoltánt már bemutattuk nézőinknek, mint a Virágos kert a Vasfüggöny mögött című kötetsorozat szerzőjét. Egy családias hangulatú, író-olvasó találkozó népszerűsítette könyvét, ahol többek között kiderült az is, hogy már a folytatáson dolgozik. A bábolnai televízió nézők, illetve a bábolnai fórum olvasói most már azt hiszem, hogy megismerhettek téged, ugye mint elsősorban, mint a teke csapat kapitányát, aki nem bábolnai, mégis nagyon sokat tesz azért, hogy előbbre jusson ez a bábolnai csapat az NB1-ben, illetve egy könyv kapcsán, amelyet te írtál, és egy nagyon érdekes történelmi fikciós regény. Ugye erről beszélgettünk a bábolnai televízió stúdiójában, elég jól kifejtettük ennek a regénynek a lényegét, és ahogy akkor előrevetítetted, azt mondtad, hogy készül már a második sorozat, mert ugye az első sorozat sem egy könyv, hanem öt kötet. Hát azt jól mondod, mert egy sorozat az soha nem egy könyv. Igen. Az első történet öt kötete, folytatódik most a második történettel, ami várhatóan 6 kötetben fog majd testet ölteni. Nagyon remélem, hogy annyiban most már belefér. Ennek a munkának vagyok a közepén, de mivel a 3 hónapos terjesztés alatt olyan nagy sikerre tett szert maga a történet és a könyv, hogy már újra kellett nyomni, és már a következő nagyobb kontingens nyomtatásával foglalatoskodunk, illetve azt próbáljuk meg előkészíteni. Megfogalmazódott az a döntés, hogy a második történetet már könyvenként fogjuk majd előhozni, eljuttatni az olvasóknak, főleg azért, mert ez az igény. Tehát azok, akik már olvasták, ez alatt a 3 hónap alatt rengeteg olyan visszajelzést kaptam, ami arra utalt, hogy na mikor kapják meg a következő történetet, mert már várják és türelmetlenek, és nagyon akarják tudni, hogy mi lesz Borival, mi lesz a többiekkel, együtt éreznek vele. Tehát ez egy roppant jó érzés számomra. Ez történik most. Ugye érdekes a dolog, hiszen maga könyvkiadása mondhatni amatőrként indult el, aztán most már talán egyfajta professzionalitásra is szertettetek ebben a feleségeddel, mert hogy ugye nem történt ennek olyan országos promóciója, mint azt láthatjuk akár televíziókban, újságokban, mégis nagyon kapós lett a könyv. Igen, valóban ez így van, de az, hogy professzionális lett volna maga a terjesztés, ezt nem mondanám, hiszen 3 hónap alatt senki nem lehet professzionális egy bizonyos témakörben, főleg, hogy vannak a palettán olyanok, akik évek alatt sem tudtak professzionálisak lenni, mi sem leszünk azok. Igyekszünk, nagyon igyekszünk, a termék maga a könyv, a történet gyakorlatilag eladja saját magát, tehát az a fajta szájhagyomány útján terjedő promóció, ami kialakult, ez nagyon jól működik. Én nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkitől, főleg a bábolnai tévétől, amit kaptunk, mert ez is egy óriási nagy löket volt annak érdekében, hogy a népszerűsítés elinduljon. Az első sorozat, az első 5 kötet kapcsán nem kértetek fel kiadót, hanem saját magánkiadásban jelent meg a kötet, sorozat. Ezt a következő részeknél is így kívánjátok folytatni? Én úgy gondolom, hogy nincs ok megváltoztatni egy jól működő sémát. Az a véleményem, hogy ezt így fogjuk folytatni egészen addig, amíg ez nekünk így lesz kifizetődő. Kényelmes és jó ez a fajta megközelítése a terjesztésnek, azt gondolom, hogy a továbbiakban is maradunk ennél. Sok munkával jár, amiben sok segítséget kapsz. Rengeteget. Első számú támaszom ugye a párom, Móni. Ő az, aki olyan szinten kezeli ezeket a dolgokat, hogy én néha fel sem tudom fogni.
innen is köszönet érte. Csodálatos az, hogy a keze munkája alatt megszületett könyv már materiálisan is érintve mennyire élményt nyújt azoknak, akik a kezükbe veszik, és tudom nagyon jól, hogy a következő munkái is hasonlóak lesznek, hiszen miért lennének rosszabbak? Biztos, hogy még talán jobbak is, hiszen a tapasztalatok, amiket szereztünk ez alatt a néhány év alatt, mivel mi alatt ezzel foglalkozunk, ez mindenféleképpen javítja azt az összképet, amit majd ki tudunk hozni a következő részekben. A tartalmat nézve egyenes ági folytatása az előzőeknek? Bizonyos szempontból igen, kiegészítve néhány új szereplővel és néhány új szituációval, belehelyezve a történelmi korszakba, igen, egyenes ági folytatása, azokat, akiket megszerettünk, azokat ugyanúgy fogjuk majd tovább is szeretni. Hol tartasz most az írásban? Most láthattunk már itt egy házi verziót a hatodik könyvből. Igen, a hatodik példány munka, illetve a hatodik könyv munka példánya az itt van. A hetedik példány is már valamilyen szinten már arra készül, hogy a lektorok tudjanak vele dolgozni. Innen is köszönet nekik, mert áldozatos munkát végeznek azzal, hogy átolvassák és felhívják a figyelmet a hibáimra és az esetleges hiányosságokra. És hát ez kerül ki hamarosan, én pedig a kéziratokban már a nyolcadik könyvnek gyakorlatilag a közepén tartok. Egy nagyon izgalmas témakörrel bajlódok most éppen, amikor 1986. március 15-én kitör a balhé. Na igen, itt vége lesz majd a történetnek, vagy pedig ez egy végtelen történet? Nem végtelen történet. Tehát ez nem egy végtelen történet, van eleje, közepe, vége. A rendszerváltás előtti időszakban fog véget érni 89-90 tájéken, oda fog kifutni. Négy történetben lesz ez összefogva, és ott majd mindenki megtudja azt, aki végigolvasta a történetet, hogy hogyan és miként alakult ki a rendszerváltoztatás időszaka, illetve miért lett olyan az utána elkövetkezendő pár év, amilyen lett. Jobban szeretem, amikor saját példányokban, mert bedobom a hátizsákban. Van egy szerző, aki kiakadt azon, hogy a könyvtár